De már megy a felvétel? Megy. Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Bethlen Tamás, Gellérfi Gergő és Mészáros Sándor. Üdvözlünk minden autósport szurkolót a Formula Podcast második évadának 32. a műsor történetének 100. adását hallhatjátok. Köszöntöm vendégeinket, Jánvári Zsoltot, a Williams istálló rendszertechnikusát. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És Móni Istvánt, az F2-es és F3-as sportfelügyelőt. Sziasztok. Avagy a Formula Podcast technikai, illetve sportigazgatóit. Hozzájuk hasonló forró szeretettel üdvözlöm kollégáimat, Gellérfi Gergőt és Mészáros Sándort. Szervusztok, és üdvözlöm az igazgató urakat. Üdvözlök mindenkit a mai igazgató tanácsi ülésen, sziasztok! Engem Bethlen Tamásnak hívnak és barátaimmal együtt a mai ünnepi alkalommal arról beszélgetünk, milyen az élete a podcast igazgatóinak, mennyire elégedettek vendégeink az F1 eddigi izgalmaival, hogyan sikerült az elmúlt 99 adás, de arra is sort kerítünk, hogy néhány hallgatói kérdésre válaszoljunk. Tartsatok velünk! Nagyon nagy örömmel konferálom fel ezt a műsort. Azt hiszem, hogy ilyen még nem volt, hogy századást készítettünk volna bármiből, még se könyvből nem készült száz, talán a magazinnal, mintha túléptük volna a százat, de azért a podcast az mégis más. Azt hiszem, hogy ez valamennyiünk szívéhez nagyon közel áll. Akartok-e így a műsor elején Gergő, Sanyi valami nagyon szívhez szóló, könyvhullató, könyvfakasztó kommentet közé tenni itt a podcast elején? Érzelmes pillanat ez szerintem mindannyiunk számára. Tehát azt ki lehet jelenteni, hogy az igazgató úrak viszonylag hamar csatlakoztak a podcast stábjához. Tehát a Zsolti például már a podcast indulásánál is ott bábáskodott a háttérben, még ha erről nem is mindenki tud, de ő kocogtatta folyamatosan a fejemet, hogy csinálni, csinálni, csinálni. Hát jó érzés tudni azt, hogy eljutottunk idáig, meg jó érzés tudni azt, hogy a hallgatói bázisunk az gyarapszik, és hogy díjaztok bennünket, köszönjük szépen. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. Ugye itt a hőskorra, úgymond a kezdetekre, meg arra, hogy mi minden történt velünk tavaly március óta, a márciusi születésnapi adásban visszatekintettünk elég alaposan, talán túl alaposan is, úgyhogy ha valaki ilyesmire kíváncsi, akkor azt tudom jó szívvel ajánlani. Én viszont itt a vendégeinknek dobnám tovább a labdát, hogy hadd kérdezzem meg, hogy igazgatóként ők mennyire elégedettek azzal, amit mi itt álmok futunk hétről hétre az éterben és az interneten. Mégpedig Istvánt kérdezzük először. Oké. Én nagyon örülök neki, hogy eljutottunk ideig, hogy 100. adásnál tartunk, illetve annak örülök nagyon, hogy alapvetően egy olyan kis közösséget sikerült a Formula Podcast csoportban összehoznatok, ahol igazából valójában tényleges érdeklődés van. Tehát nem az van, hogy felülünk a mindenkori média által generált dolgoknak, hanem tényleg kíváncsiak egy csomó háttérben zajló dologra az emberek, és ez tök jó látni, és igazából így úgy érzem, hogy végre találtam én is egy olyan helyet, ahol így teljesen jól érzem magam. Zsolt? Nekem nagyon nagy szívügyem ez az egész dolog, ugyanis, mint a Sándor is mondott, azért nagyon sokat pusmogtunk erről, és szerintem nézd, voltak próbálkozások ezelőtt is, meg más irányba, más felületeken, de igazából én soha nem értettem, és ezt mondtam a Sanyinak is, hogy itt vannak ezek az emberek. Ez nem lehet, hogy ez ne süljön el jól, és hogy ezt csinálni kell, menni kell, és csinálni kell. És tényleg ez a mai napig így van, hogy szerintem nem azért ennyire sikeres, mert rendszeresen van, minden héten van, hanem egész egyszerűen egy teljesen más irányból közelítjük meg ezt a dolgot, és szerintem nagyon családias. Sokszor el szoktam mondani, hogy nem véletlenül ez az egyetlen olyan Forma 1-es felület, ahol megjelenek, meg hozzászólók aktívan, meg olvasom, és ennek azért nagyon nyomós oka van. Tehát én szeretem, hogyha valami profi módon van csinálva, és ez profi módon van csinálva. És szeretném, hogyha a következő százat is így hoznánk le, meg az utána való százat is, meg az ezrediket is, és majd még meglátjuk, hogy utána.
Akkor fel kell tennem azt a kérdést, hogy amit itt a kollégák inspiráltak, amit elküldtek nekem, hogy elégedettek vagytok-e igazgatóként a stáb eddigi munkájával? A stáb munkájában maximálisan meg vagyunk elégedve, aztán a fizetésemelés kérdéseket majd a meeting után. Később. Én azért osztal a magas labdát, de... Én azért azt tudom, hogy a sportigazgató úr nem mindig maximálisan elégedett velünk, de szerencsére, amikor ökörséget mondunk, akkor gyorsan helyesbít minket. Ez ettől jó, mert családias, tehát nincs karót nyelt, integetés, hanem jó a hangulat. Pistit szeretném megkérdezni arról, igazgató urat, hogy számon van-e tartva, hogy összesen eddig milyen büntetéseket kaptunk. Azt tudjuk, hogy az elgyűhetetlen főszerkesztőnek van egy boxon mesztelenül átfutós büntetése, amit még nem töltött le, de jön ugye a magyar nagydíj, ahol talán erre sor kerülhet. Én is kaptam már, én annyi könnyebbséggel, hogy én ruhában teljesíthetem a boxon áthajtást, de ezt már teljesítettem, és idén csak még nem számoltam be róla. Hogy áll most a büntetési tétel? Hogy áll a büntetésig Lajstroma jelenleg? A mesztelenül kitétel nem szerepelt, ugye Tamásnak rögtön lehet, a legelső. Lehet, hogy mi raktuk bele valahogy. Én mintha úgy emlékeznék, hogy ez... mintha úgy emlékeznék, hogy ez így hangzott el. Ez még ugye rögtön abból az első adásból származik, amikor én csatlakoztam hozzátok, ez ugye a barcelonai adásom volt, és akkor a Tamás kapott egy átsételes büntetést, ami ugye egyébként azt jelenti, hogy kettő kört kell sétálni, hiszen van egy outlap és egy inlap, úgyhogy ezt meg kíváncsian várjuk. Egyébként én azt gondolom, hogy ezt a csütörtöki trackwalk alkalmával kiválóan ellenőrizni is tudnánk ennek a teljesítését, hogyha netán véletlenül ott lennél, Tamás. És simán már, hogy a nyakába akasztjuk egy izét, egy lapmarkert, hogy másképp transponder lesz rajta, hogy ez biztosan ellenőrizve legyen. Mondjuk ez még mindig jobb, mint hogyha nagy feszültséget kapnak. Tudod, mostanában nagyon, hogy mind a két lábbal a pályán. Így, a track limits az egy kiemelten fontos téma, de még ezzel a transponderrel jobban jár, mint hogyha nagy feszültséget vezetnél bele, amire szintén képes vagy. Tehát. Ennyi. Ezek után azt hiszem, hogy igen, tartanom kell attól, hogy megnyitják az újságíróknak a magyar nagydíj idejére. Csak ezért fogják meg. Ha gondolod, felhívjuk a Hungaroringet, tehát semmi gond nincsen. Na, azért Pisti, a mi bűneinkről is mondj pár szót, mert szegény Tamás. Hát, ha jól emlékszem, Gergő egy reprimendel, azaz egy figyelmeztetéssel megúszta eddig a tevékenységét, úgyhogy abszolút a nyertes a szerkesztőségből, és hát Sándornak is, ha jól emlékszem, akkor igen, van egy ilyen átsételeses büntetése, úgyhogy legalább ketten lesztek, és Tamás nem fogsz egyedül unatkozni. Bocsánat, szeretném felidézni azt a pillanatot, amikor én home office-ban idézést kaptam a stewardokhoz, egyszer valami orbitális ökörséget követtünk el, és akkor utána telefonáltál, és én megijedtem, hogy Jézus Isten, a Pisti hív, hogy itt biztos, hogy nagyon nagy letolás lesz. Aztán fölvettem, és valami egészen más miatt hívtál, és mondtam is neked, hogy jaj, de megnyugodtam. De én ezt azóta is úgy tartom számomra, hogy életemben először jelenése volt a stewardok előtt. De azért egyet idézzünk fel, hogy amikor a Grozan baleset másnapján még a történtek hatása alatt meglehetősen, hogy mondjam, igazságtalanul beszéltünk az egyik tűzoltó tevékenységéről, akkor valóban érkezett az idézés. Bizony. Az igazgató úrtól, hogy ezt most át kell beszélnünk. És igen, és ez a így van, és ez a második eset egyébként, ez meg később történt, ez valamikor ilyen december magasságában volt, és valóban elég gyorsan az adás kikerülése után hívtam a Sándort, csak nem az adáshoz kapcsolódóan, úgyhogy ezért ért meg ennyire. És mivel én már elfejtettem, hogy mit vétettem, segíts már, hogy azért többször ne kövessem el ezt. Szerintem simán nyomtál egy pályamunkást a sportbíró helyett, valami ilyesmi. Nem, az biztos nem. De valami ilyen alap dolog volt, ilyen sportfelügyelőt kevertél valaki mással, vagy pályamunkást mondtál a sportbíró helyett. Valami ilyesmi. Fel van írva. Ez 100%. Az archívumban ez megtalálható, de egyébként én úgy emlékszem, hogy ez nyomós voltál ez a kihágás. Na jó, akkor most beszéljünk az igazgató urak bűneiről, vagy ha azokról nem is, akkor arról, hogy mi minden történt velük éveleje óta, elég rég beszéltünk mindkettőjükkel. Zsolt, pillanatnyilag hol jársz, mit csinálsz, mi történt veled, amióta elkezdődött a szezon, azt hiszem még szezon előtt voltál a vendégünk. Igen, szezon előtt. Nekem volt egy elég nagy szünetem a Bahreini etap után,
úgy néz ki, hogy ott sikeresen összeszedtem valami nyavaját, ami egy itthoni 3 hetes gyógykezelés után végül is, mielőtt elindultam a következő versenyre Portugáliában, sikeresen csináltam egy pozitív COVID-tesztet, úgyhogy volt némi karantén is, és most állok vissza a csapat érvelésébe, és a monakói versenyre utazom vasárnap. Úgyhogy leginkább home office volt, rengeteg papírmunka, iszonyatosan sok papírmunka, tervek, ugye a 44-es autó, a következő autó. Hál' Istennek lett 2 új kollega, úgyhogy most már kicsit megoszlik a munka. Őket is betanítom folyamatosan, tréningezünk, rengeteget beszélünk. Ugye kvázi ilyen táv kapcsolatból itthonról kezelem a telemetriát, és ugye Zoom-on, Teams-en és különböző kommunikációs csatornákon keresztül segítettem őket a pályaszélén. Úgyhogy kicsit ez csendes volt nekem ez az elmúlt 2 hónap, de hétfőn kezdődik újra a száguldó cirkusz, úgyhogy neki megyünk újra. István, te merre utazgattál? Hát én nagyon messzire nem mentem, én egészen Magyaródig jutottam, mert ugye az FIA Közép-Európai Zóna Bajnokság nyitófutama volt meg, amin részt vehettem, illetve időben egy picit visszalépve február elején megtörtént az aktuális képzésem az FIA-nál, illetve én is segítettem megtartani a hazai kollégák képzését. Úgyhogy egyelőre még csendes volt. Amikor ez az adás ki fog menni, ilyen kb. Akkor tartok Ausztriába éppen egy következő zónaversenyre, és hát egyébként úgy néz ki, hogy az év első fele egy picit csöndesebb, de az év második felére azért bele fogok húzni a jóba. Az érdekel mindenkit szerintem, hogy F1-es hétvégén mikor tűnhetsz fel a reményeid szerint? Igazából erről ugye nem nagyon beszélhetünk, mert azért ez valamennyire még változhat, de az biztos, hogy a magyar futamon fogunk találkozni, és a tervek szerint 2 darab repülőjegyem van, F3-as futamokra, de az, hogy hova, az egyelőre maradjon meg titokként, mert ez még sok minden változhat, illetve hát a másik része meg az, hogy minek után ugye azért itt a COVID-helyzet még mindig egy olyan, amilyen, ezért bármikor előfordulhat, hogy esetleg be kell ugrani valaki helyett, és ugye a tavalyi évem gyakorlatilag ebben telt el, hogy folyamatosan kollégák helyett ugrottam be. Reméljük, hogy idén ez egy kicsit csendesebb lesz, de benne van a papliban. Nagy beugró, külön díj, utólagos átadását szeretném kezdeményezni 2020-ra igazgató úrnak. És még egy külön, de szerintem közülünk ő az egyetlen, aki elismerést tudott besöpörni az elmúlt időszakban. Tehát az autóversenyzőkön kívül egyedül őt díjazták, ha jól tudom. Mi volt ez? Hát köszönöm szépen. Ugye a képzésünket azt ugyanúgy vizsgával zárjuk, mint bármelyik képzést jóformán a világon. Itt egy elméleti és egy gyakorlati vizsga van, és ezt ugyanúgy leosztályozzák, mint ahogy ugye a normál iskolai vizsgákat. 5 fokozatú az eredmény. Az első az a részt vett, a második a teljesítette, a harmadik a megfelelt, a negyedik szint az a kiváló, jól megfelelt, 5. szint a kiválóan megfelelt, kb. Így a szabadfordításban. És én zsinórban én már 3-szor a legmagasabb szinttel teljesítettem, és hát itt az F2-es, F3-as WhatsApp csoportban jól megbeszélgettük a kollégákkal, hogy hát bizony azért az amerikai és az angol kollégák azért csodálkoznak ilyenkor általában elég rendesen, mert hogy ugye az, hogy valaki idegen nyelven teljesíti ezt a vizsgát, ez az ő szemükben egy ilyen plusz nehézség, és hát így sikerült. Persze, ugye az angol kollégák nyilván megdöbbennek, hogy vannak idegen nyelvek, és... Jókat szoktunk ezeken szórakozni egyébként, mert ugye az F2, F3 sorozatmenedzsere, ő egy holland hölgy, és ebből kifolyólag például a barbadoszi kollega, ő rendszeresen szórakozik azzal, hogy most meg kell, hogy tanuljon hollandul, mellé már beírtuk neki, hogy magyarul is meg kéne tanulnia, úgyhogy alapvetően a feladat adott számukra.
Igazgató úr, említetted a fokozatokat, hogy milyen értékelések vannak. Olyan értékelés ott az alja környékén van-e, hogy hát itt volt, mert meleg volt, meg adtunk egy kis kaját. Olyan ez volt az első a megjelent. De ez az alatta levő kategória. Szerintem mi abban a kategóriában sunyognánk el, nem Gergő? Azért itt voltak, mert meleg volt, meg fűtöttünk rájuk. Tehát. Van a hatodik kategória a legmagasabb, a Formula Podcast Approved. Így, ezt most kezdjük majd bevezetni. Köszönjük igazgató úr a javaslatot. Engedd meg egyébként, hogy ezúton is gratuláljak hozzá, mert ez nagyon nagy tudat. Köszönöm szépen. Angolul elhozni ezt a valakit, amit tudom. Ti is akartok kérdezni, vagy rám bízzátok a további kérdéseket is? Például, majd fogunk, de most kérdezz egyet. Olyan lehet. Például Zsoltól azt szeretnénk tudni, megtudni, hogy így kívülállóként... Mi a véleménye a Williams idei teljesítményéről? Látsz-e esélyt arra, hogy még jobb eredmények szülessenek, mint amiket láttunk az első futamokon? Már a kívülállóként úgy értett, hogy szegény home office-ba kényszer. Igen. Hogy... Ha Tamás kérdez, az nekem mindig elég erős. Mondom az őszinte verziót, mert megérdemlitek az őszinte verziót. Lesz szerintem még némi előrelépés, de hivatalosan is ki lett mondva, hogy az idei évet fejlesztés terén, mechanikai téren elengedtük. Aerodinamikai fejlesztések jönnek, folyamatosan fognak jönni az év során, de műszakilag, mechanikailag ez az autóhoz már nem fogunk hozzá. Tehát sem felfüggesztés, sem váltó, sem motor, ez már így fogja az évet megcsinálni, de ezzel szerintem a csapatok 90%-a így van. Sőt, 8 csapatok konkrétan, hogy ők is így vannak vele. Úgyhogy lesz még szerintem javulás, de nagyon nagy nem. Masszívan a pontzónába várjuk magunkat egyébként a nekünk fekvő gyorsabb pályákon, de igazából a fókusz már a jövő évi autón van, nagyon nagy hangsúlyal, nagyon keményen dolgozik rajta mindenki, és szerintem jó lesz. Ezt láthattuk is Imolában, hogy egy gyors pályán mire képes ez az autó. Már nagyon szomorú, hogy úgy ért véget a sztori, ahogy, de a potenciál az azért egyértelműen meglátszott. Nekem lenne kérdésem technikai igazgató úrhoz. Ugye nagyon sok tapasztalatod van, rengeteg tapasztalatod van azzal kapcsolatban, hogy milyen együtt dolgozni, együtt lélegezni egy ilyen hihetetlen organizációval, mint amilyen egy formegyes istálló. Viszont most, hogy itthon voltál, én tudom azt nagyon jó, hogy te itthonról is keményen dolgoztál, meg segítetted a többieket, tehát hogy mondd már nekünk, hogy milyen formegyes elektronikai szakembernek lenni home office-ból, mert ez engem elképesztő módon érdekel, hogy ezt hogy lehet csinálni, hogy működik az, amikor az autó a pályán van Imolában, az autó a pályán van Barcelonában, és te otthonról ugyanúgy dolgozol gyakorlatilag, mintha ott lennél a pályán, mert tulajdonképpen ez történt. Hát itt tart a technológia, de semmi varázslat nincsen, ez egyszerű műholdas kapcsolat a pályáról, és ugye én interneten keresztül kapcsolódok be. Szerencsére Magyarországon nagyon jó minőségű az internet lefedettség, és gyakorlatilag én a garázsban lévő számítógépekre itthonról jelentkezem be interneten keresztül, minimális. Még azt sem mondanám, hogy minimális idő kieséssel vagy eltolással tudom végezni a munkámnak azt a részét, amit számítógépen végzek, tehát ugye van rádióklienseim itthon, annyi, hogy nem fizikai rádiót nyomkodok, hanem a számítógépen van egy panellel felszerelve, de ugyanaz, beszélhetek bárkivel, ők tudnak hozzám beszélni, úgyhogy minden részét a munkámnak, ami ahhoz köthető, hogy telemetria vagy számítógép, azt ugyanúgy tudom itthonról is csinálni. Aztán, hogyha valami elromlik, akkor viszont tudok segíteni kint a srácoknak, hogy tudom mondani, mit kell megnézni. Mit nézzenek meg, mit mérjenek meg, mit ellenőrizzenek. Pisti? Ugye szóba hoztad a 21-es, illetve bocsánat, 22-es autót, hogy alapvetően egyébként a ti oldalatokról ez tényleg akkora változás, mint amennyire mondják, hogy úgy kell kezdeni, hogy file new, vagy úgy kezdődik, hogy file save as? File new, és van is igen erős sírás nagyon sok részlegről emiatt, mert el kellett kezdeni dolgozni.
Nem volt elég tákolni, toldozni, foldozni a korábbi. Nem volt elég szévez, nem volt elég az, mint eddig, hogy szévez, hanem most már elég keményen. És nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy fognak nevek érkezni a Williamshez. Tehát az új tulajdonos elég rendesen szól, megrázta a dollárfát, és úgy néz ki, hogy fognak más szakemberek, más csapatoktól érkezni belátható időn belül. Figyelj, ugye? Van-e bármi, amit meg tudtok tartani az idei autóból? Nem nagyon. Nem teljesen, nagyon. Teljesen más a koncepció, teljesen más az elgondolás. Erről viszont sajnos nem beszéltek még. Jó, persze. Engem a fémváltóház érdekel, bocsánat, nem, hogy az megmarad. Nem, ezt elárulhatom, hogy Mercedes, teljes Mercedes felfüggesztés lesz, Mercedes váltóval. Akkor viszont váltók érdekelnének, nem Tamás? Meg lehet-e szerezni őket valamit? Nem. Engem az új technikai igazgató érdekelne, akinek hát nem tudom, hogy volt-e valaha ilyen rövid becenevű technikai igazgató, hogy FX tulajdonképpen, ugye François Xavier de Maison az úrnak a neve, ő megérkezette már, vesz-e már körülöttetek, ugye érkezett egy tanácsadó is Willy Rump személyében, aki egy nagyon nagy múltú, meg nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkező szakember, korábban a Saubernél szolgált a BMW időszakban, meg a Sauber korszakban is, hogy milyen az új légkör ezekkel az új technikai vezetőkkel? Biztosan nagyon jó, őszinte leszek veled. Aztán szegény Jost már körülbelül 4-szer jött oda hozzánk, meg oda az én részegem, amikor kint vagyunk a pályán, mert ő egyébként rendszeresen jár körbe és beszélget mindenkivel, és 4-szer mondtam azt neki, hogy not now. Később. Az azért komoly csapatfőmény. Szerintem már kezd aggódni, hogy komoly gondok vannak az elektronikai részlegen, hogy mi mindig rohanunk. De egyébként nagyon jó a légkör. Nagyon pozitív a légkör. Nézd, volt egy kisebb beszéd Bakrényi verseny előtt, ugye egy kisebb garázs, hát nem meeting, Jost kiállt, mondott egy pár szót arról, hogy hol vagyunk most, mi a terv, mi a hozzáállás, és elmondhatom, hogy nagyon jó érzés volt, és nagyon pozitív volt, mert azt mondta, hogy lehet, hogy mi fogunk ma a legtöbbet sétálni, mert mi vagyunk a Box utca legvégén, de mondta, hogy higgyétek el, nem sokáig lesz ez így. És nekem ez a fajta hozzáállás, mikor egy vezető kiáll és beszél a csapathoz, nekem ez nagyon hiányzott eddig. Ez eddig nem volt meg. Még egy kérdést tennék föl hozzád, most ebben a blogban, aztán Pistit is kifaggatjuk kicsit. Személy szerint te, hogyha erről megkérdezhetlek, idén, tehát 2021-ben konstruktőri hanyadik helyen lennél elégedett, ha azt mondtad, hogy na ez így jó? Reális választ szeretnél? Tudom, hogy az első, de... Tudom, hogy a vágyaimat szeretnéd valami, hogy reálisan, amire azt mondanád, hogy ez így 2021-ben ez így rendben van. Nézd, a realitás talaján maradva, én azt mondanám, hogyha egy hetedik hely, annak azt mondanám, hogy az úgy reális. Uh-huh. Hatodiknak nagyon örülnék, és efelé nem mennék így 3-4 verseny után, mert egyszerűen nem tudok még annyira sok pálya hátra van, ahol mi esetleg jobbak lehetünk, mások esetleg kevésbé jobbak, de jó lenne. Egy hetedik hely szerintem megvan. Egyetlen utolsó kérdés. Szél. Egyetlen autó sincs olyan szélérzékeny a hallottak alapján, mint ez a Williams. Ezt eddig minden versenyen hallottuk. Ez valós, ez a probléma? Lehet ezt kezelni, ezt a problémát? Ha adott esetben elintézzük a szélcsendet a szezon összes versenyére, akkor valóra válhatnak-e az álmaid? Lehet ezt a problémát kezelni, ez egy valós létező probléma. Ugye, amit említettem az elején is, hogy még az idén nagyon sok aerofejlesztés fog jönni. Ezek leginkább erre az irányra fókuszálnak, hogy az oldalszélnek a kellemetlen hatásait megszüntessék. Az aerodinamika az egy nagyon-nagyon-nagyon összetett dolog. Azt el nem hinnék az emberek, hogy az első vezetőszélen egy centiméteres kis szárnyacska az milyen sokat jelent.
az autó hátulján, mert az generál egy olyan vortexet, amit majd az autó hátulján az áramlás, leválást kétszer olyan erőssé fogja tenni, vagy éppen kétszer olyan nehezen fog leválni az áramlás. Úgyhogy sajnos ez ilyen, és ezen dolgoznak, úgyhogy szerintem lesz még ebbe potenciál. Úgy legyen. A sportigazgató urat szeretném megszólítani, vagy? Nem, még nekem bocsánat lenne egy kérdésem. Talán köztudott rólam, hogy én nagy Senna fan vagyok. Mennyire érződik egyébként ennek a szellemisége még a csapatban? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye én elég későn kerültem oda, de egyébként szerintem nem csak a csapatban, hanem az egész Forma 1-ben mindenki nagyon nagy tisztelője Sennának. Ugyanúgy fönn van nekünk a logó az autó orrán, ugye az orrunk oldalán, hogyha sajnos kevésbé látszik, de ott van még. Úgyhogy én amióta ott vagyok, vagy én amióta a Williams-et ismerem, ez töretlen ez a szellemiség, de szerintem ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. És az új vezetőség, mindenki, aki a új emberként csatlakozott a csapathoz, ugyanezen a véleményen van, ugyanezt a szellemiséget képviseli, hogy szerintem ez örökre meg fog maradni a Williams-nél. Ezt jó hallani, ezt nagyon jó hallani. Ez így van. Ezt hozzá kell tennem egyébként, hogy ez egy kimondottan, tehát ezt ki is mondták szó szerint, hogy például, tehát, hogy nagyon a csapat örökségét ők nagyon komolyan veszik, tehát írtózatos befektetések történtek a csapat múzeumának a területén, tehát a régi autókat. Most gyakorlatilag az elektromos részének a gyártó kapacitása az elmúlt 3 hónapban, ugyan az idei autó kábelkötegén már kész vannak, 3 hónapja, a srácok más sem csinálnak, csak újra gyártanak mindent a múzeumi autókhoz. Tehát nagyon komolyan veszik a heritage részét a csapatnak. És nagyon jó ezt hallani, tehát hogy egy ilyen brandet tud kezelni. Dorilton úr, ahogy ugye mennyivel hívni szoktuk, Dorilton úr és csapata. Még mindig nem tudjuk, hogy kicsoda, ezért nevezzük Dorilton úrnak, így van. Adáson kívül se tudod megmondani. Nem, tehát én nekem fogalmam nincs arról, hogy ki, de maximálisan meg vagyok azzal elégedve, amilyen irányba tartunk. Tehát kijelentett, hogy Dorilton úr legyen bárki is egy nagyon jó ember. Igen. Szeretjük Dorilton úrat. Istvánt kell kérdeznünk a következő blogban, mégpedig arról, hogy már tanulmányoztad-e a F2-es, F3-as mezőnyt abból a szempontból, hogy kinek kellene a legkeményebb büntetéseket kiosztani így előre. Tehát ez az, kik szimpatikusak, kik ellenség. Ez az osztályfőnök effektus megvan, Pisti, hogy amikor így kezdődik a szezon, és akkor tudod, hogy idén lesznek bevetéseid, és akkor egy előzetesen végignézed, és akkor nézed, hú, ennek olyan róka képe van, ez biztos, hogy többször fel fog bukkanni. Az ez eligazit. Baj lesz. Ezzel biztos, hogy baj lesz. Vannak ilyen benyomások, amúgy? Alapvetően azért ugye F2 és F3 hétvégéből egy-egy darab volt, tehát azért túl sok élményt még nem nagyon lehetett szerezni. Annyit meg szoktunk csinálni, és én is eddig is megtettem, hogy ugye az F1 TV-n lehet nézni szabad edzést, lehet nézni a qualit, lehet nézni élőben a versenyeket, az F2, F3-ast is. Én real-time-ban nézem ilyenkor mindig a versenyeket, tehát az a pénteki munkanapom az úgy néz ki, hogy nem csak a laptopom és a számítógépem van előttem, hanem még a tablet is itt van, amin közben mennek a különböző sessionek. De egyébként nem szoktunk kialakítani ilyen osztályfőnöki, hogy jó, ez a srác az azért nem tetszik, mert kicsit keresztbe áll a személy, és a többi, mert alapvetően ugye nekünk pont az kell hoznunk, hogy igazságosan döntsünk, vagyis hát igazságosan, a lehető legsportszerűbben döntsünk a szabályok adta kereteken belül. És emiatt abszolút nem szabad előítéletekkel élni. És azt hiszem, hogy a múltkor, mikor beszélgettünk utoljára, akkor valahogy szóba került például a Nikita Mazepin is, hogy hát akkor még ugye arról volt, hogy majd megy fel az F1-be, és pont azt mondtam nektek, ha jól emlékszem, igen, és pont azt mondtam nektek akkor, azt hiszem, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk a pályám időnként mennyire forró fejű, ahhoz képest például a felügyelői irodába belépve,
azért most már megtanult lehűlni, és már egy másik mentalitással érkezik. És ugyanez érvényes egyébként az F2-F3 bármelyik pilótájára, főleg az F, ugye értelemszerűen F3-ban picit nagyobb a rumli, mert fiatalabbak a srácok, kevesebb a gyakorlat. F2 azért egy lépcsővel már följebb van, az F2-ben azért már ilyen szempontból ezt is jobban tudják kezelni. De egyébként ezek a szintek, ahol az F2-es, F3-as srácok vannak, ez torony magas ahhoz képest, ahol mondjuk nem tudom én, egy zóna versenynek a 16-19 éves fiatal sráccal kell küzdeni, és adott esetben megtörtént idén is, hogy mondjuk a saját csapatvezető ellentmond a vezetőnek. Ezek az igazi, az úgynevezett szituációk, nem? Amikor itt tegyél igazságot, hogy össze-vissza beszélnek. Azt ugye mondtad Pisti, hogy pártatlannak kell lennetek. Na, hogy annak kell lennetek. Mennyi, tehát hogy azért megvannak F2-ben, F3-ban közismert balhé királyok. Most mostaniakból nem mondok nevet, ne hozzalak kellemet lehelyzetbe, de mondjuk Mazepint említetted, ő is egy ilyen volt. Mennyire lehet objektívnek maradni, amikor azt látod, hogy már megint ez a gyerek jön ide, mert ugye mostani F2-es, F3-es prezimben is van ilyen srác, akinek tavaly sok ügye volt. Ugorjunk vissza jó néhány évet, és beszélgessünk ilyen Csekottó és Kanamaszaszi főszakról. Jó, tehát, hogy vagy az egy kicsit... vagy hogy hívták szegény? Ragunatan. Igen, na ő. Alapvetően az egyedi eset elbírálásánál muszáj, hogy abszolút megpróbáljunk pártatlanok maradni. Viszont a döntés közlése után, amikor már az ellenérdekelt fél mondjuk kimegy az irodából, akkor azért el lehet beszélgetni a versenyzővel, és el lehet beszélgetni adott esetben akár a csapatvezetőjével is, hogy mi az, amit mi látunk, hogy mi nem működik jól. Ugye beszélgettünk a Facebook csoportban arról, hogy például Ragunatánál is ugye ott a VSC körüli problémák azért elég jelentősen hozzáadtak ahhoz a pont mennyiséghez, amit ő összeszedett, mert hogy nem nagyon tudta kezelni azt, hogy most mikor jó a delta time, mikor nem, és egy sessionon belül képes volt több infringementet, több szabálytalanságot elkövetni, és emiatt többszörösen gyűjtötte a pontokat. Tehát, hogy olyankor el lehet neki magyarázni, hogy de ez, ha már kicsúsztál mondjuk egy delta time-ból, akkor ne menj vissza, és utána megint csúsz ki, hanem mondjuk akkor egyszer csúsz ki, mert egyszer kapsz érte büntetést. Vannak ilyen mi ezt úgy hívjuk angolul, hogy frequent flyer, azaz törzsutas. Vannak ilyen törzsutasaink, vannak ilyen törzsvendégeink, de alapvetően minden egyes esetben meg kell tudni különböztetni azt, mert nem biztos, hogy mindig ő a hunyó. Tehát erre például a Kanamaszasz volt egy jó példa, aki tipikus frequent flyer volt, de volt egy csomószor, amikor igazából ő volt a vétlen fél, csak valahogy mindig belekeveredett valamibe. Úgyhogy ezért kell így ezt valahogy megpróbálni helyén kezelni, hogy szeparáltan nézni az esetet, és ugyan nagyon sok az egyforma eset, de itt néha a centiméterek döntenek arról, hogy most joga volt-e a versenyzőnek bevetődni a belső évre, vagy nem volt joga bevetődni, meg kellett volna neki hagyni a helyet, vagy nem kellett volna meghagyni a helyet. De nagyon érdekes ez, amit mondasz, hogy ha nem is mindig ő a hibás, de megint ő van benne, hogy a Formula 1-ben is megvannak ezek az arcok, akik valahogy benne vannak az esetekben. Ugye Lance Stroll nagyon jó példa erről, hogy neki jó néhány olyan nagy esése is volt, ahol egyáltalán nem ő volt a hunyó, mint amikor tavaly Kwiat őt fölborította Bahreinbe, de mégiscsak azt látod, hogy már megint a Stroll. Tehát, hogy mintha lennek, akik mágnesként vonzák az incidenseket, ha nem is ők váltják ki. Igazgató úr, itt a dolgoknak a humorosabb oldalán maradva, tehát amikor ezek a renitens arcok, ezek a frequent flyerök jönnek, ebből származik, azért néha itt a nagy komolyság közben egy csipetnyi helyzet komikum, tehát hogy ültök bent az irodában, és akkor jelenik meg mondjuk egy hétvégén adott esetben már harmadszor a páciens, hogy azért olyankor van ebben, hogy összekacagtak, hogy na öcsi, akkor már megint te vagy, gyere, foglalj, nem is kell mutatni, hogy hova kell leülni, ide bejössz, ide lesz, hogy van ebből. Úgy köszönni el, hogy holnap találkozunk. Vagy egy óra múlva itt vagyok, tehát van ilyen? A fordítottját próbáljuk, tehát hogy ugye főleg a tavalyi évben a Covid miatt
mi sem az FEI Hospitality-ben kajáltunk, hanem lent kajáltunk ott, ahol a többi csapat is. És emiatt volt, hogy úgy köszöntünk el versenyzőtől, hogy találkozunk az ebédnél a sátorban, meg a vacsoránál a sátorban, de ne itt az irodába. Ha úgy gondoljátok, srácok, akkor rátérhetünk a következő részére a mai programnak, az ünnepi adás programjának, itt a hallgatói kérdések fognak következni, és én el is indítom akkor ezt a lavinát. Nem lesz olyan nagyon hosszú, de azért vannak benne különleges felvetések. Annyit bocsássak előre a hallgatóknak, köszönjük a nagyon sok kérdést, lesz még kérdések órája máskor is. Külön köszönjük azoknak, akik nekünk szegeztek kérdéseket, de hogy az akció most nem erről szólt, hanem kimondottan Móni és Jánvári uraktól lehetett kérdezni. Akinek a kérdése nem került be, az pedig ne csüggedjen, mert lesz még erre lehetőség. Az igazgató urak maguk válogatták ki a kérdéseket. Ezzel biztosítottuk azt, hogy egy igazgatót mégse hozzunk kínos helyzetbe, azzal, hogy ilyen mindenféléket nekik szegezzük. Tamás, kérlek, kezd meg! Most meglepve hallom, hogy egy igazgatótól ne lehessen bármit megkérdezni, de jó, legyen Tétót Gábor az első. Nem, az a T-betű azt jelenti, hogy azt a kérdést Tamás tegye fel. Tóth Gábor kérdése következik. Jó, a Tóth Gábor jelentkezzen nálam valamilyen a podcast csoportban valamilyen kártérítésért, elnézést kérek. Tóth Gábor, nagyon jó, nagyon jó. Bocsánatot kérek mindenkitől, és Zsolt lesz az, akit meg fogunk arról kérdezni, hogy a Williams csapat, hát melyik másik. Hogy lehet, hogy az egyetlen istáló, amely nem a kormányba építi a kijelzőt, ami a többi pilótának a kormányról mutatja a különböző jeleket, ennek csak anyagi okai vannak? Ez egy célzás? Nem tudom. Tervezik-e megváltoztatni ezt az istálónál? Szeretnék okvetetlenkedni, mert amikor Zsolt volt nálunk legutóbb a műsorban, akkor beszélt specifikusan erről, de ezt én azt látom a csoportban, hogy újra és újra és újra megkérdezik tőled mindig, úgyhogy légy szíves, ha gondolod, akkor előhúzhatjuk az előző adásból a válaszodat, de itt most itt légy szíves, akkor mondd el újra, hogy akkor hogy is. Röviden elmondjuk egyébként. Na azért kérdezik, mert ez egy nagyon nagy szembetűnő különbség a többi autóhoz képest. Ennek anyagi vonzata van, de nem egészen annyira, mint ahogy talán ezt gondolják, ennek egész egyszerűen annyi az oka, hogy nem nagyon nyernénk semmit azzal, hogyha egy tök új kormánykereket építenénk, csak sokkal több melót csinálnánk magunknak. Tehát jelenleg az autónak más részeit le kell koncentrálni, mert jelenleg nem az a legnagyobb problémánk, hogy a kijelző nincs a kormánykerékben. Tehát át lehetne szerkeszteni, meg lehetne tervezni, meg lehetne építeni, csak tehát nem nagyon lenne belőle effektív gyorsulást, köridőt nem lehet belőle kivenni, és ugyanakkor ezt az egész, és ez nagyon meglepő lesz, az összes Forma 1-es kormány egyetlen egy ember, egy Paul Slade nevű nagyon-nagyon jó szakember csinálja, és ő gyakorlatilag a műhelyben él, mert még így is annyi munkája van, hogy a két pilótát ellássa, hogy mind a két pilótának négy kormánykereke van, hogy egyszerűen csak azért, hogy dizájnosabb legyen, nem fogjuk őt még éjszakára is beköltöztetni, hogy legyen egy dizájnosabb kormánykerekünk, ami egyébként funkciójában semmivel sem tud többet, mint amit most használunk. Úgyhogy ennek úgy van anyagi vonzata, hogy tehát a meglévő szakember gárda ennyire elég, és igazából hát azt láttam, volt valami kérdés a pitstopról, és ugyanez a probléma, hogy miért költsünk el milliókat arra, hogy egy tized másodpercet javuljunk a pitstopban, hogyha két másodperccel lassabb vagyunk az elején. Tehát át kell csak pontosítani az erőforrások. Jó, erre majd lesz is külön kérdés. Miért van szükség négy darab kormányra egy pilótának? Nem elég kettő, egy fő, meg egy tartalék, vagy nehogy Isten egy harmadik, de az egy negyedik. Különböző specifikációi kuplunkkarok vannak, ugye vizes versenyre, száraz versenyre, tartalék is kell hozzá, úgyhogy azért van ennyi belőle. Figyelj, ez az vizes, száraz és egy-egy tartalék hozzá? Úgy köbben. Igen, tehát három párat viszünk magunkkal minden pilótára. Egy prime, ugye, ami az alap száraz verseny, száraz beállítás, egy a vizes versenyre, hogyha meg különböző, attól függ, hogy a pilóta milyen kupon beállítást talál éppen megfelelőnek arra a pályára, amit ugye a szabad edzések során ő azért kitapasztal magának, és azért van módosítás bőven, mert ugye mindegyik kormánykerék tólig, és akkor különböző
más formájú kuplung karok vannak, amik mondjuk hosszabb utat biztosítanak, rövidebb utat biztosítanak, tehát millió variáció van erre is, és ezért kell belőle ennyi, ilyen sok. Meg hát ugye van az az effektus, hogy egy évben egyszer minden pilóta eldobja a csodába azt a bizonyos kurvát, amikor valami tört. Ősz, és így fogod a fejet, hogy ez most megint egy éjszakázás lesz, mire ezt itt ki. Mert ilyen esetben ezt egy teljes teszteket szét kell szedni, ki kell takarítani, és hiába nem látszik rajta egy parcolás sem akkor is. Le CT-szkennelik először szétszedés nélkül, hogy lássák, hogy nincs valami törés a szerkezetbe, hanem ugye darabokra szedik, kitakarítják, összerakják, sealing, ez a letombálják, mert ugye ezt az FIS tombálja, és ugye ezen végig kell futtatni millió funkció tesztet, hogy minden funkció ugyanúgy működik-e, minden rendben van-e, úgyhogy nem szeretjük, hogyha dobálják. Igen, Rubens Barrichello volt a favorit Monakóba, aki kidobta, és jött egy HRT, és elvitte magával a kormányt. Aki említetted a kollégát, aki ezeket a kormányokat összeépíti, ő nagyon nagy Jedi mester azért, nem? Mint egy agysebész, ő úgy a sarokban, én úgy képzelem, hogy pont, ott... Pont a sarokban mikroszkóp alatt. Igen, a sarokban mikroszkóp alatt, ő mint egy agysebész, ő ott eljátszott. Egy ilyen Einsteini, kinézett egy ilyen Einsteini figurát kell elképzelni. Nagyon-nagyon ámulatba ejtő tudása van az emberkének. Én amikor csak tehetem, beszélgetek, vagy egy nagyon szimpatikus, nagyon kedves ember is. És hát valóban az van, hogy ő ott van egy külön kis zárt műhelye, ahol ő a kis mikroszkópjaival körülvéve, és ő ott nyomja a varázslatot. Csendben ott el van, néha vinni kell neki egy kis rántott húst, meg becsinálhatjuk a pizzaszeletet neki. És akkor ott szépen el van. Menjünk tovább. Következő kérdést, G. Konci Lajos. Ja nem, csak Konci Lajos. Legenda Istvánhoz szól a kérdés, ahogy megszólított Lajos. Több része van ennek, van egy része, amit érintettünk, de majd látod, mire, hogy, mennyire válaszolsz. Tehát nagyon érdekelne, hogy a szabályokon kívül tanultok egy sportpszichológiát. Volt-e már arra példa, hogy ránézésre meglátottátok, hogy egy-egy versenyző bajosabb, és ezért jobban figyeltetek rá, ugye, frequent flyer? Illetve egy másik kérdés, mit látsz az elmúlt évek tapasztalati alapján az idei F1-es élharcban, ki a labilisebb, kinél fog hamarabb elszakadni a célra? Max Verstappennél vagy Lewis Hamiltonnál. És itt a kérdés csomag. Sportpszichológiát, azt. Ez mint a Sriperum pudur volt nekem egy néhány napja. Igen. Azt külön nem tanulunk, viszont az éves továbbképzésünknek része egy kettő darab olyan meeting, ami igazából azért ezt segíti elő. Az egyik meetingen a média és a csapatvezetők vesznek részt, akik tulajdonképpen adnak egy feedbacket számunkra, hogy mi az, ami esetleg jobb lenne, hogyha máshogy történne, illetve mi az, ami esetleg ahol javítani kellene akár a kommunikáción a feléjük történő irányban. És a másik része az pedig, ahol konkrétan versenyzők vesznek részt. És 2018-ban például a Grozan ült be egy felügyelőtestületbe egy ilyen képzésen, ilyen kerekasztalos továbbképzésekre, illetve most is volt Forma 1-es versenyző, tehát minden évben vannak Forma 1-es versenyzők, és akik egyrészt ők is részt vesznek a mi képzésünkön, és ők is tanulhatnak ebből az egészből. A másik része, hogy mi is tanulhatunk tőlük, hiszen ők megtartanak egy ilyen közel egy órás kerekasztal beszélgetést, és ott gyakorlatilag azért valamennyire kapunk egy feedbacket tőlük is. A másik része, hogy ezen kívül azért mindenki maga valamilyen formában azért megpróbálja belehelyezni magát a versenyző helyébe. Én például nem túl profi szinten, de én például szimulátor versenyzem, és megpróbálom gyakorlatilag ugyanazokat, tehát egyrészt lejárom azokat a pályákat rendesen versenyszerűen, ahova megyek, hogy tudjam, hogy mik a gyenge pontok, én hova potyogok ki, más hova fog kipotyogni. A másik része az, hogy megpróbáljak valahogy egy olyan tapasztalatot szerezni, hogy tényleg ez a mikor szúrunk be, mikor nem szúrunk be, mikor megyünk el kívülről, mikor megyünk el belülről, stb. Tehát egy picit ilyen szempontból lehet tréningezni magunkat. A másik része az, hogy teljesen más pszichikai tehát van az angolban egy mondás, hogy van egy komoly baj a versenyzői sisakokkal. Az, hogy túl szűkek.
mert amikor fölveszik, akkor az agyból az összes vér az lemegy a golyókba. Már bocsánat a hölgyektől, de ez szó nagyon szerint jó. Így hangzik. Nagyon nem jó. Hallottam még. Nem? Nem? Nem, de nagyon jó. És gyakorlatilag tényleg tapasztalható az, hogy teljesen más a versenyzőnek a pszichológiai állapota, amikor a sisak van rajta, és teljesen más a versenyzőnek a pszichológiai állapota, amikor a felügyelőköz be kell jönni, kicsit már szürcsölgetve az izót, meg ilyesmi, kicsit már úgy lehiggadva. Tehát ilyen szempontból azért nincs egységes recept, és ráadásul egy-egy versenyzőn belül, vagy egy-egy versenyzőnél is előfordulhat az, hogy akár az évek alatt, akár versenyről versenyre sokkal gyorsabban változik ez a személyisége. Amikor én a leges-legelső képzésemben voltam a 2018-as osztrák nagydíjon, akkor nekem volt szerencsém benülni azon a meghallgatáson, amikor a Vettel lett berendelve, mert éppen feltartotta, ha jól emlékszem, a kvalin valakit. És előtte mindig az volt, hogy hát a Vettel egy ilyen, tehát nem 18-ban, hanem mondjuk még a Red Bullos években, a Vettel egy ilyen fiatalos évvel, stb. És amikor oda bejött 18-ban, meg már egy ilyen teljesen nyugodt, konszolidált úriember volt, tudta, hogy hol van, tudta, hogy nem járhat jól, hiszen hülyeséget csinált, és elismerte, hogy jó, oké, ezt elrontottuk, kész, menjünk tovább. És az idei élmenők labilitása? Alapvetően azért nem fogok tudni erre mondani semmit, mert ugye, ahogy a múltkor a csoportban szólítottam, Minimax-el találkoztam utoljára, tehát az még az F3-as évei voltak, amikor mi utoljára találkoztunk, mert ugye ő viszonylag gyorsan került be az F1-be. Viszont. Annyi időt el... Hát ugye emlékszünk rá, hogy ez a pontrendszer kialakítás, a szuperlicenszes pontrendszer kialakítás, ez valahol az ő karrierjének volt köszönhető. Tehát, hogy ő vele ilyen szempontból nagyon régen volt tapasztalatom, és ezért nem is feltétlenül tudok mondani róla bármit. A Hamilton meg még régebben volt, tehát innentől fogva önálló, meg aztán végképp abszolút nem látok semmi ilyen mélységbe bele abba, hogy most erről bármit tudjak mondani. Az biztos, hogy a tévében látható viselkedés és a felügyelői irodában látható viselkedés azért az el szokott érni egymástól. És az például egyébként a kollégek, ugye tavaly volt az, amikor a Hamilton felszállt a scooterre és elment a felügyelőkhöz talán a box utca behajtási büntetéskor Monza. Volt. Monzában, igen, a Leclerc féle piros zászló alatt, azt hiszem. Igen. És a kollégák most beszámoltak róla a képzésen egyébként, hogy mi történt ott. És azt mondták, hogy teljesen normálisan fölment, megkérdezte, hogy elnézést, uraim, ezt most miért kaptam, megmutatták neki a felvételt, hogy ezért, mondta, hogy jó, köszönöm szépen, majd becsukta az ajtót és távozott. Teljesen jó. No, Formula Podcast pusmorgás rovatunk következik. A világ találgatja azt már húzamosabb ideje, hogy lehet az, hogy Max Verstappen az a rakéta tempóval érkezett meg a Forma 3-ból a Forma 1-be. Kérlek szépen, itt a magyarázat, ez egy drága fiatal ember, ez megtudta, hogy úristen, itt a Móni István, a sportfelügyelet, nagyon szigorú, azonnal húzunk innen a Forma 1-be. Elég volt ennyi a Forma 3-ból, meg a junior szériából. Tehát megint csak okosabbak lettünk, megint csak van egy kis pusmorogni valónk. No. Azért is szót kért. Igen, én csak elnézést szeretnék kérni, mert nagyon szoktam figyelni arra, hogy meeting alatt ne telefonáljak, én az előbb nyomkodtam a telefonomat, de szigorú a munkaügyben, úgyhogy elnézést. Na és mi volt? Mit üzentek? Hiszitek vagy nem, de nekem a telefonra küldözget az autóm üzeneteket, úgyhogy ha bekapcsolják, vagy hogyha túl melegszik, akkor nekem jön az üzenet a telefonra. Már az autód ebben az esetben az egyik Williams versenyautó. Igen, a Chassis Free, a Russell-i, most ugye a hármas számok használva fog. Gyerekek, a Russell ott sumákol valami Grove-ban, és most bukott le ebben a pillanatban itt az adásban. Nem, át akarja állítani a háttérképet, és ahhoz adtam neki hozzáférést.
Nagyon jó. De most egyébként egy nagyon kemény melót adott neki. Most nekünk ezt csak gyorsan beszúrom érdekességképpen, most volt egy háromnapos elég durva derbink, át kell alakítanunk az egész vezetékelést, mert a Mercedesnél van egy olyan rádiógombos megoldás, amit szeretett volna, hogyha az ő autóján is megcsinálunk, hogy akkor is tudjon a rádión beszélni, amikor a kormánykerék nincs rácsatlakoztatva az autóra. Normál esetben a kormánykeréken van neki a rádiógomb, és ezért gyakorlatilag a teljes kábelköteget szét kellett bontani és behúzni két új vezetéket, úgyhogy szerintem most azt tesztelgetik. No, ez egy incsiklandó érdekesség. Egyébként pedig egy igazgatónak nem kell elnézést kérnie soha, tehát csak úgy szeretném megjegyezni. Nem szép dolog, hogyha meeting közben nyomkodod a telefont. Egy igazgatónak ezt is szabad. Zsolt, a következő kérdést Hegedűs Csaba, kollégánk, podcast csoporttagunk, lelkes hallgató. Akkor is valami nagyon keményet kérdezett, arra emlékszem a nevét. Hegedűs úr kérdése így szól. Zsolto, kérdezném a barcelonai Alfa Romeo eset kapcsán. Mekkora az esélye annak, hogy egy kerékcserénél észreveszi a kollega, hogy nincs meg a nyomás a gumiban? No, ugye láthattuk, hogy mi történt ott Barcelonában, és neked volt is hasonló afférod. Nem pont ugyanilyen, de te éltél meg hasonló. Én megöregettem 3 évet. Bizony, hogy is volt ez? Mit is volt? Nem kell, hogy esélye legyen rám, ugyanis rögtön azelőtt, hogy ő leveszi a kereket az állványról, még bent a garázsban, amikor megjön a fülére az üzenet, hogy pit stop, őt ott mielőtt leveszik a kereket, egy ember végig megy és leellenőrzi mindegyik a nyomást. És hogyha olyan szintű nyomásvesztés van, hogy mire ő, hogy annyira leessen a nyomás, hogy lapos legyen a kerék, mire ő kiér a kerékkel az autóhoz, vagy az ő helyéhez, azt még már olyan szintű defekt kell, hogy legyen azt már, hogy azt már szabad szemmel is észre fogja venni, de rögtön azelőtt, hogy ő megfogja a kereket, egy ember végigmegy és leellenőrzi a nyomásokat. Nem is annyira a hiba kizárása miatt, hanem hogy a szabályok be legyenek tartva, ugye nagyon szigorú szabályok vannak a keréknyomásra, és ezért leellenőrzik föl lakás előtt, hogy biztos, hogy a limiten belül legyen a nyomás. És akkor itt nem ellenőrizték, vagy tehát ugye valami történt, ami miatt kijutott ez a kerék a kerékcseréig az autóhoz? Ezt nem tudom, nem voltam ott, nem voltam a pályaszélén, még nem hallottam a kusmargásokat, de ígérem, hogyha hallok valamit, akkor Sándor kollégánkat akartam tovább. De magyarul azt mondtad, hogy egy szerelőnek a kezébe kerül egy ilyen kerék, ahogy az Alfa Romeo kollégának került, akkor azt ő észleli, hogy ez lapos. Hogyha olyan mértékű... Hogy a többségünk nem fogdosott még Forma 1-es kereket ezért. Figyelj, hogyha annyira tud... Tehát, hogyha akkora defekt van, hogy mire ő kiér vele lapos legyen, akkor azt észre fogja venni, mert az hallatszik, látszik. Szerintem ott valami más probléma lehetett, majd igyekszem kideríteni. Van. És megpróbálták így elkenőcsölni arra, hogy erre... Mert nekem volt egy ilyen érzésem ott a helyszínen ezzel kapcsolatban, hogy itt azért valami srékság van. Valamit mondani kell, és azért inkább mondja azt az ember, hogy hát nyomásvesztés vagy defekt, mint hogy azt, hogy gyerekek ezt... Hogy volt a te afférod annál a bizonyos kerékcserénél? Akkor nekem nem nyomás probléma volt, nekem egy közbetétet nem szereltek be a kerékbe. A mai napig nem tudom, hogy, mert azt legalább 3 ember átnézte. Ugye azokat péntek, csütörtökön rakják össze. Gyakorlatilag én azt vettem észre, hogy hiába ment fel a kerék, ugye hiába Dandin, hogy hiába ment végig a kerék kulcsal, hiába szorította rá, szoros az anya, és a kerék mégis, tehát így gyakorlatilag lifegett rajta, és én arra mondtam be, hogy jó, akkor stop, mert ugye az az egyetemes, az univerzális jel, hogyha bármi gond van, akkor föl kell tenni a kezed X-be, mert a rádió nem biztos, hogy hallani fog, mert 80 ember egyszerre beszél a mérnök, a gumimérnök, hívják be az üzemanyag mennyiséget, a motormérnök, hogy indítás, hűtés, fűtés, ugye ott iszonyatos kommunikáció van, és azért van ez, hogy tedd fel a kezed, mert akkor a number van, aki ott áll az autó előtt, látni fogja, hogy valami gond van. Volt szerintem sokan nem tudják, hogy ez versenyen történt. Ez versenyen történt veled? Hungaroring Quali 2019. És ugye ő az, aki a végső verdiktet mondja, tehát ő engedi ki az autót, és hogyha ő tudja, hogy gond van, akkor ő nem fogja kiengedni az autót, akármit mondanak neki a rádióról, ő azt fogja mondani, hogy stop. Amikor ez az eset ott történt, nekem az első gondolatom az volt, hogy atya úristen, neked is volt hasonló a férjed, hogy milyen hihetetlen lélek jelenlét kell ahhoz, hogy,
hogy ezekben a forró pillanatokban az ember megtalálja a helyes döntést, meg a helyes lépést, meg merjen bizonyos döntéseket meghozni ott a másodperc töltetésre. Nekem egyből ez a sztori futott le az agyamban, ami vele történt a 2019-es magyar időmérőn. Igen, volt. Nekem is jó, hogy a garázs gólort nyibáltam ki a pitvarra az ajaónak, hogy oké, hogy keréket, de melyiket? Most az jut eszem, hogy a pitvarra, ugye ezt mondtad, de a pitvar és a pitvar, az innen jön vajon a pitvar szó, de nem. Biztos benne, hogy ez valami ősi szitja versenyző. Könnyen meg lehet. Hogy szekér versenyző hoztam a magyar nyelvre. Jön té Fekete Kristóf. Fekete Kristóf Istvántól kérdezné, hogy mi változott az utóbbi időben a pályahatárokkal? Valaki csak szigorúbb lett, vagy a közvetítés miatt egy új showelemnek használják, hogy lehessen rajta még többet sáncsogni? Hallgatunk úgy gondolja, hogy régen is mindent kihasználtak a pilóták, hiszen a három pálya elhagyás utáni büntetés elég régi szabály. Így szól a kérdés. Menjünk visszafele. A három pálya elhagyás utáni büntetés az nem leírt szabály, hanem ez egy gyakorlat. Tehát alapvetően a pályahatár, hogyha nagyon szigorúan nézzük a szabályokat, az már pedig a vonal. És a rázók és mindenféle dolog hozzá, az az adott versenyigazgatónak a döntése, hogy ő mit enged. Hungaroringen is megvannak ezek a speciális helyek, ahol igazából ugye 4-es kanyar, tehát a Menszelben, az Aléziben, ugye a 11-es kanyarban, illetve a 12-es kanyarnál is, hogy meddig engedi ki, mennyivel engedi bővíteni a versenyigazgató ezt az egészet. Nem gondolom azt, hogy lenne egy ilyen új show elem ebben az egész történetben. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ugye Michael Masi a harmadik szezonját tölti versenyigazgatóként. Ugye Charlie 19. március 14-én hunyt el, a 19-es szezont és a 20-as szezont vitte végig a Michael, és most a 21-es szezont kezdte meg. És egyszerűen arról van szó, hogy 19-ben ugyan már Charlie nem volt köztünk, de akkor egy ilyen megszokott Charlie menetrend szerint nagyjából valahogy végigment, tehát hogy kb. Ugyanazokat a határokat engedte mindenhol, és a csapatok egyszerűen elkezdték most a Michael-t tesztelgetni. És jönnek azok a kommunikációs trükkök és kérdések, amelyek miatt ugye előjönnek ezek a dolgok, hogy ha leírjuk azt, hogy nem figyeljük azt mondjuk egy Bahreinben, egy 4-es kanyarban a pályahatárokat, akkor az azt jelenti el, hogy egyébként korlátlanul használhatod a pályán kívüli részt, vagy arról beszélünk, hogy ha egyébként oda kisodrolsz, akkor azt nem fogunk érte megbüntetni, és megint más azt, hogy szánt szándékkal használod. Tehát, hogy ez hasonló, már bocsánat a hasonlatért, de hasonló, mint az óvodában, amikor így az első játékoknál az ember így elkezdi próbálgatni a határokat, és hogy meg kell találni a Michael Masi határait is, és a Michael Masinek úgy látszik, hogy most értek el jobban a csapatok a határaihoz, és jobban előkerülnek ezek a dolgok. Ugyanúgy voltak pályaelhagyás kérdések a Charlie időszakában is, csak hát a Charlie időszak az nagyon-nagyon sokáig tartott, és ott aztán egy idő után már mindenki tudta, hogy a Charlie-nál ehhez kell igazodni. A Michael időszaka az harmadik éve tart, és most jutottunk el oda, hogy az óvodában a Pistike és a Sanyika éppen összeveszik azon, hogy most akkor hol van a határ. Nehogy itt is összevesztenek Pistike és Sanyika, már csak hogy nézd. Olyan nem történhet meg, kérlek. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Sanyika nevében szeretném jelezni, hogy ilyen nincs. Valószínűleg ez is, az is benne lehet, aztán javíts ki, hogyha tévedek, hogy azért is van most ez a kérdés ennyire középpontban, mert a bajnoki párharc egyik részvevője az, akit újra és újra megbüntetnek. Tehát lehet, és sokkal szorosabb. Csak korábban sem volt kevesebb büntetés, csak hogyha ezt Stroll kapja, meg Mazepin kapja, meg Ericsson kapja, akkor nem veszed észre. Hát egyrészt nem kerül ki a tévébe, tehát nem lesz fönn az adásban maga ez a határozat. A másik része, hogy sokkal szorosabb a verseny, és sokkal inkább szükség van ezekre a dolgokra ahhoz, hogy valaki jobb legyen a másik félnél. Tehát ugye a Bahreini esetnél is, ha jól emlékszem, kiposztoltam, hogy hány határozat
született összesen. Volt a mezőny végéből is, azt hiszem, hogy még Zsolték is érintettek voltak a valamelyik pálya elhagyásos büntetésben, de alapvetően az nem kerül kiadásba. Persze, az akkor kikerül adásba, hogyha mondjuk a qualin a leggyorsabb körödön van, kikerül adásba, hogyha a verseny leggyorsabb köre, ahol ugye plusz egy pontot kapsz érte. Tehát, hogy alapvetően ezek ilyen szempontból sokkal inkább a figyelem középpontjába kerülnek, és nem arról van szó, hogy azért került a figyelem középpontjába, mert a SOLM-ként szeretnénk használni, hanem azért került a figyelem központjába, mert sokkal több minden múlik most rajta. Igen, persze, meg hát most ugyanitt mondhatnánk, hogy a tavaly volt a Hamiltonnak az illegális boxba hajtása, az sem egy annyira rendkívül dolog, tehát megesik azért, mások is kapnak büntetést ilyenért, csak amikor nem a futam győzelem dől el rajta, akkor a többség észre se veszi, hogy Giovinazzit megbüntették illegális boxba hajtásért. Mondja Zsolt, mielőtt neked Én szeretném megragadni az alkalmat, hogy megvédjek minden sportbírót. Ugyanis sokszor van az, hogy szidják a sportbírókat, hogy így, úgy. Azt azért nagyon sokan nincsenek vele tisztában, hogy ott, mikor születik egy döntés az ő oldalukról, ők sokkal több paraméter alapján hozzák meg ezeket a döntéseket, mint amit akár csak egy tévénéző elképzelni tud. És sokszor lehet, hogy azt mondják, hogy egy otthon a kanapéról nézve ez egy nem igazságos döntés, vagy ez egy nem reális döntés, de nekik sokkal több adat áll rendelkezésre, és ők az egész akciót, az egész történést teljesen más szemszögből látják, mint mi otthon a tévén előtt, mikor otthonról nézzük. Úgyhogy szeretném kihangsúlyozni, hogy nem nagyon csal senki, nincsen csalás egyik csapatnál sem, nincsenek hülye sportbírók, nincsenek vak sportbírók, csak egész egyszerűen ha olyan döntés születik, ami egy rajongónak nem tetszik, vagy a pilótája ellen olyan döntést hoznak, ami neki nem tetszik, az nem azért van, mert valaki az ő pilótáját nem szereti, hanem valószínűleg hozzáférése van olyan adathoz, amit az otthoni tévénéző sajnos nem lát, és remélhetőleg a jövő azért e felé megy, hogy minél több adatot tudjunk otthonra elvinni a nézőknek és a szurkolóknak. Alapvetően tényleg az van, hogy nagyon-nagyon sokszor sokkal több információ van. Én nem szeretnék, mert én mindig avval jövök, hogy mert persze a hivatalos applikációban ezt vagy azt vagy amazt lehet. De például a hivatalos applikációban egyébként most már lehet onboardokat nézni folyamatosan, és vissza lehet nézni folyamatosan, tehát hogy ha akarom, végignézem a teljes versenyt mind a 20 versenyző szemszögéből, ki meddig jutott, van akinél a kockázászlóig, van akinél hamarabb a véget ér a dolog, és meg tudom nézni azt, hogy rossz helyre állt be a rajtra, jogos volt-e az az előzés, jó helyen ment-e be, stb. Tehát, hogy igazából egyre több információ jut el a nézők felé, és ezért jó, és itt visszautalnék a beszélgetés legelejére, hogy miért jó az, hogy ti eljutottatok a 100. adásig, vagy mi eljutottunk a 100. adásig, az pont ez, hogy itt mélyebben bele tudunk menni. A szurkolóknak szerintetek hány százaléka megy fel az FIA honlapjára, és olvassa el a határozatot, ahol egyébként részletesen le van írva. Minimális. De ennél nagyobb baj, sokkal nagyobb baj, hogy a média nem megy föl, az újságírók nem mennek föl, és nem olvassák el. Tehát ezért jó az, hogy egy ilyen csoport van, és ezért jó az, hogy egy ilyen adás van, mert itt el lehet jutni odáig, hogy valódi tényekről beszélgetünk, és nem arról, hogy hol piros, hol kék, hol fekete, hol akármilyen színű éppen az FIA-nak a döntési irányzata. Kimit látott a tévében. Még egy dolgot nagyon gyorsan érdekességként hozzáfűznék, mert lehet, hogy sokan nem tudják, de a sportfelügyeletnek, tehát az F1-nek és az FIA-nek teljes élő hozzáférése van minden autó telemetriájához. Tehát ők ugyanazt a telemetriát látják, mint amit mi látunk benne a garázsban, és ők azokkal az adatokkal dolgoznak. Ők azt is látják, ha egy pilóta egy tized fokot mozdít a kormányon, azt ők látják. Tehát ők teljesen más alapokon hoznak döntéseket, sokszor olyan alapokon, amit egy tévé közvetítés során abban a kamerállásban nem is lehet látni, hogy ott megmozdult, vagy bemozdult, vagy fékezett, vagy gyorsított. Tehát azért ez nagyon komoly szinten van összehozva az egész technikai háttér ott a sportfelügyeletnek, meg a bíróknak. Csak még egyet, mielőtt a Zsolt a te kérdéseddel folytatjuk, még ugye a média szerepét említetted, Pisti, és szerintem azt is hangsúlyozni kell, hogy ne csak a hazai médiáról beszéljünk, hogyha valaki meg a brit közvetítés, meg a brit sajtót olvassa, ott meg hát van egy érezhető elfogódottság a brit versenyzők felé. Ezt többször emlegettük. Tehát
objektivitást nem feltétlen várhatunk tőlük. Mondjuk így, Sanyi, nagyon bozsajogsz. Nem feltétlen várhatunk, az úgy rendben van. Nem kívánom kommentálni ezt a helyzetet. Akkor viszont Bükki Bálint kérdésével folytatjuk. Bükki Bálint, aki, mint megtudtuk, már az utasait is a Formula Podcast-tel edukálja, amiért nagyon hálásak vagyunk neki. Zsoltól kérdezi, hogy említetted egy korábbi adásban, ahol a vendégünk voltál, hogy érezhető a tőkeinjekció, épül, szépül a gyár. Erről ma is beszéltél, ugye? Konkrétan az autófejlesztése során van-e már érezhető, kézzelfogható hatása ennek a tőkeinjekciónak, korszerű technológiák, új szélcsatorna, új szimulátor, új programok, új akármik? Ez érdekli Büki urat. Vannak szemmel láthatóak, nagyon sok új, ez egy nagyon érzékeny terület, erről sajnos túl sok mindent nem mondhatok, elnézést kell kérjek, de vannak gyakorlatilag egész héten mindenki, nem is tudom, hogy hívják ezeket a szakembereket, akik 3D szkenneléssel az épületeket feltérképezik belülről, mert ugye ez egy elég régi épület, ez valami vegyi gyár volt régen, mielőtt még a Frank megvette, és most is zajlanak átalakítások, nagyon komoly technológiai upgrade-ek vannak, tehát most dobták ki például a röntgengépünket, és kaptunk helyette egy elég nagy és elég komoly CT gépet, ami gyakorlatilag 100-szor olyan gyorsan dolgozik, mint a régi röntgengépünk. Ez is egy ilyen része, nagyon komoly, mondjuk ezt annyira nem publikus, olyat nem mondja. Komoly géppark van például komoly nyomtatásra beállítva, ami eddig ki volt szervezve, és ugye most már gyakorlatilag ott van, tehát nem kell várni rá, nem kell kiszervezni, azt lepapírozni, megbízó számla, anya neve hat példányban, akkor arra várni, hogy ott gyártókapacitás, hanem hogyha valami kell, akkor már ott bent rögtön a gyárba, megvan rá az ember, ott áll a gép mellett, jön le a rendelés, és ő már áll is neki és csinálja. Nagyon nagy beruházások vannak, tehát szemmel láthatóan újra van az egész gyár, felújítások vannak, mindenképpen érezhető. A technológiai részéről sajnos nem mondhatok sokat, ez mindig egy nagyon érzékeny kérdés, igyekszek mindig annyit elmondani, amennyit lehet, de hogyha én azt mondom valamire, hogy erről nem beszélhetek, akkor az tényleg az, hogy arról nem. Bocsánat, nálunk a családban a 3D nyomtatás az nagyon dívik, és muszáj erre rákérdezem, hogy mindenféle anyagokkal, vagy csak műanyagot nyomtatok, vagy már fémet is lehet? Titánt is tudunk már nyomtatni. Azt a kutya. Én itt a röntgengépre térnék ki, hogy a tüdőszűrést is lehet bonyolítani a gyárt. De már nincsen, vége van a röntgenkorszak. Az új géppel, az új CT géppel lehet ember szkennelni, tehát akkora. Nagyon jó. Egyszer elmegyünk, Sanyi, mit szólsz? Oké. Okay. Te meg én, szeretettel várunk. Elmegyünk Róval. Van egyébként nyílt nap. Én javaslom, hogyha a Covid mizériának egyszer vége lesz, akkor esetleg egy évben eljátszhatnánk azt, hogy kisorsoljuk ezt a nyílt napot. Két résztvevő is lehet, két ember tudok délelőtt, két ember délután. Úgyhogy ebből hát, ha majd, ha a Covid mizériának vége van, majd megpróbálunk valamit össze. Hát erre visszatérünk. Erre biztos, hogy visszatérünk. Mekkora ötlet. Erre biztos, hogy visszatérünk. Megyünk tovább, egy ős hallgató a kezdetektől fogva velünk hozzánk csatlakozott, és mellettünk kitartó Kavasánszki Zsolt István szeretné kérdezni. István, mi a véleményed a múlt hétvégi második F3-os futamon történt ütközésekről? Volt-e hibás a két eset során? Ha igen, ki és milyen büntetést kapott érte? Ezt kérdezi Kavasánszki úr. Ez az a kérdés, amit megbeszéltem Gergővel, hogy azért választunk ki, hogy megmondjam, hogy miért nem válaszolhatom meg. Azért nem válaszolhatom meg ezt a kérdést. Egyrészt függetlenül attól, hogy bármilyen bajnokságról beszélünk, tehát most nem csak F1, F2, F3, hanem legyen mondjuk, nem tudom én, Mária Pócsi Rallycross futam akár, hogy csak hogy közelebb legyünk egy kicsit Tamáshoz, meg Sándorhoz. Jövő hétvégén. Meg a Zsoltihoz. Hallod, Zsolti? Meg Bári a Zsoltihoz is, igen. Hát, jó, Zsolt most éppen Angliában van, de hát de előbb-utóbb... Nem, nem ám kamuzok, hanem ez... Na, pont nem látszik. Ott van az. Ott van az. Ott írogat nekem az autó, ott látszik. Ott felül. Írogat az autó. De szeretlek, Zsolt, azt írja az autó. Hiányzol. A váltó vezérlésbe a gyakorló mód aktiválva,
deaktivált. Elképesztő. Na, szóval, hogy vissza Zsolt kérdéséhez. Tehát legyen bármilyen sorozatról szó, az adott felügyelő testület mindig a részére rendelkezésre álló információk alapján dönt. Amilyen információk, ahogy azt előbb a Zsolt is elmondta, nem biztos, hogy nekem a rendelkezésemre állnak, ezért én nem szívesen válaszolok ilyen jellegű kérdésekre. A másik, és ez igazából ilyen szempontból még fontosabb, hogy tekintettel arra, hogy én most már úgymond a Forma 1 előszobájában vagyok. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye F2, F3-as felügyelők közül, hogyha végképp valamiért nem találnak F1-es felügyelőt, akkor ránthatnak bárkit az F1-be egy-egy versenyre adott esetben. Ezért én végképp még az F1-jel kapcsolatban sem mondhatom el egy-egy esetről ilyen szempontból a véleményemet. Amit én vállalni tudok, az az, hogy én meg fogom tudni magyarázni, hogy miért döntöttek úgy. De én ellent sose fogok mondani. Én sose fogom azt mondani, hogy az adott felügyelőtestület rosszul döntött. Azt tudom elmondani, főleg, hogyha el tudom olvasni a határozatot, és meg tudom nézni azt, hogy milyen szabály alapján döntöttek úgy, ahogy, hogy miért döntöttek úgy, és milyen információk állhattak a rendelkezésükre ahhoz, hogy ezt a döntést hozzák meg. Sajnos ez ilyen szempontból egy ilyen teljesen összeférhetetlen dolog lenne, hogyha én nekiállnék okosabb lenni itt, mondjuk nem tudom én valamelyik felügyelő testületnél. A másik része, hogy hát minden bizonnyal a karrieremnek sem tenne különösebben jót, és hát minek után 25 évet áldoztam arra, hogy eljussak ideig, ezt a 25 évet azért nem szeretném így az ablakon kidobni. Értem, nem csak Zsolt szokott ilyet kérdezni, értem a hallgatók kérdéseit ilyen szempontból, mert jó lenne biztosan többet tudni ezekről ilyen szempontból, de ahogy mondom, nagyon szívesen megválaszolom azt a kérdést, hogy miért döntöttek így, de hogy mi az én véleményem, azt sose fogom elmondani. És hirtelen teljesen korrekt is. Megvilágosodtam, hogy a jó pár évvel ezelőtt Mélszint, meg olyan aránylag gyorsan a tévében a Puhy Sándor rovata emlékeztek, amikor értékelte a labdarúgó bíróknak a hibáit. A Bírónak nincs videója című rovat, ilyen kisgyerekkoromban, és ugye az volt a legjobb, hogy volt egy bíró, aki egész szezonban egyszer sem bukkant föl a rovatba, ő kapott ajándékba egy videót, erre tisztán emlékszem. Mindenkinek ajánlom. Neki már lett videója. Mindenkinek ajánlom Puhy Sándor és Zombori úr vitáját, amely megtalálható a YouTube-on. Az kegyetlen. Amivel a verdikt az az, hogy hát, ha neked ez 11-es volt, akkor felállok, azt mondják innen kifele a műsorból. Te is ezt fogod mondani, Pisti, hogy ha valaki ezt nagyon erőlteti, akkor felállok, és megyek innen kifele a műsorból. Ezt mondta Puhy Sanyibá. Egyrészt viszont, bocsánat még annyi, hogy egyébként nem tudom, Tamás emlékszik-e rá, 2019 osztrák nagydíj, szerintem a két Ferrari összeakadása lehetett az, amikor egyszer csak így fölhívott, hogy én akkor éppen az F2-F3-mal voltam kint, és felhívott, hogy mi a véleményem erről a dologról, és mondtam neki, hogy mondom, jó, én már ezt a szállodában láttam, mert én már éppen úton voltam hazafele, és mondtam neki, hogy mondom, mi egy hasonló esetben egyébként máshogy döntöttünk. És ennyi volt, tehát hogy ennél többet még ő sem tudott belőlem kihúzni anno, és ez ugyanez egyébként fokozottan érvényes ilyen szempontból. Tehát, ugye értem azt a dolgot, hogy nektek, mint műsorkészítőnek, meg nekünk, mint csapatnak, ez fontos, hogy minél többen legyünk, viszont minél többen vagyunk, annál többször elő fog kerülni ez a kérdés, tehát ugye ezt majd valahogy ezért ki kell találjuk így öten egymás között, hogy tudjuk úgy kezelni, hogy az igazából azért hasznos is maradjon a hallgatók számára, de muszáj meghúzni egy vonalat. Kavasánszky Zsolt nem csak a sportigazgatónkat, de a technikai igazgatónkat is megtalált egy kérdésre. Odaírtam egy T betűt elé. Tisztelt Kavasánszky Zsolt. T. Kavasánszky Zsolt, Jánvári Zsolt technikai igazgatótól kérdezni a következőt. Mi volt az a csoda, ami miatt egy időben a Williamsnél voltak a leggyorsabbak a kerékcserék? Van-e összefüggés a csapattól való távozás és a Red Bull etéren tapasztalható egyeduralmának kialakulása között? Tisztázzuk, tehát Zsolt elment a Williamstől, és visszaesett a Williams kerékcseréje. Kavasánszky úr erre utal,
Én pedig azt hiszem, hogy ez lehet az igazság. Egyébként nem szoktam. Azt szoktam mondani, gyerekek, szorítkozzunk szigorúan a tényekre. Elmentem a Williams-től a haszhoz. Aztán mindenki számára nyilvánvaló volt az a hirtelen teljesítménybeli ugrás a használ. Miután távoztam, ugye mentek vissza, és a Williams jön föl. Tehát én nem szoktam mondani semmit, de azért a tények azért tények. De viccet félretéve. Bocsánat, hagyj vigyem, szabadba kell, hogy vágjak igazgatóra. Itt a Red Bull egyeduralmának kialakulására utal Kavasászki úr, én ebből itt én azt a következtetést vonom le, hogy itt a háttérből ostromolt téged a Red Bull. Volt egy állásinterjút, tehát utána indultam. És már csak ez is elég volt ahhoz, hogy az egyeduralom kialakuljon. Nem, köszönöm szépen, nem, megvan a magyarázat. Mentek át Williams-es dolgozóba Red Bullhoz. Azért a Williams-nél volt egy elég komoly elvándorlás, mikor én is eljöttem. Egyébként, hogy maradjunk a kérdésnél, ezt említettem már a korábban a műsorban, nagyon egyszerű oka van annak, hogy ennyire jók voltak a srácok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény munka, meg nagyon sok munkaóra, meg pénz volt beleölve abba a projektbe, de egész egyszerűen eljutottak oda, mikor azért kicsit vékonyabb lett a pénz, csak meg kevesebb volt a pénz, hogy felesleges fontmilliókat önteni egy olyan projektbe, hogy megint csak legyünk egy tized másodperccel gyorsabbak a kerékcserén, hogyha körönként kapunk egy másodpercet. Úgyhogy ezt egy kicsit elengedték. Jelenleg az a filozófia van, ugye nagyon sok fiatal új emberünk van, nagyon sokan mentek el, nem azért, mert nem voltak boldogok, hanem egész egyszerűen kor miatt már nem akarják vállalni az utazós munkát. Sok új emberünk van, nagyon keményen gyakorolnak a srácok, de nem gyakorolnak annyit, mint régen. Ugye például a gyárban már abszolút nincs edzés, és mikor mi voltunk a leggyorsabbak, azért a gyárban is minden nap ment a pitstop edzés. Ez egész egyszerűen azért nincs, mert olyan sok verseny van, hogy egyébként nem lenne pihenőidő a srácoknak. És ezért ők most versenyek között nem nagyon járnak be a gyárba, ezért ott nincs gyakorlás. Másrészt egy kicsit el lett engedve ez a nagyon szigorú dolog, mert azt mondták, hogy ezt az energiát, meg ezt a pénzt költsük arra, hogy először csináljunk egy olyan gyors autót, ahol számítani fog az, hogy egy tized másodperccel gyorsabb vagy lassabb. És ez a rög valóság, itt nincs semmi. Köszönjük. Tamás, folytasd, kérlek. Azt szeretném megtudni, ha minden igaz, Tamás Orsolya, ugye? Hát igen, ezért is tudod, Tamás. Tamás, jó, köszönöm. Istvántól kérdezi, hogyha jól emlékszem, egy-egy versenyen nem csak az adott helyszínről kikerülő sportbírók vannak, hanem például külföldről is mehetnek, ez mennyire gyakori, és függ a helyek létszámától, például ki kell pótolni, mert kevesen vannak. Még egy kérdés, ha valaki pályabíró lesz, mi alapján dől el, hogy mikor és mennyi futamra hívják? Gondolok itt arra, hogy milyen kategóriák vannak a vizsgánál, például két vagy négy kerék, együléses, stb. Szóval egy karrier, hogy hívják ezt? Karriertanácsadást kérem. Karriertanácsadás, így van. Kezdjük picit visszafele a dolgot. Pályabíró nem lesz senki, sportbíró lesz. Ugye a helyes kifejezés a sportbíró. Ehhez kapcsolódik egyébként a sportbíró.hu nevű weboldal, amit azért érdemes figyelni, mert ott lehet minden évben az adott évi képzésekre jelentkezni, és ott lehet sportbíróvá válni. Az Autósportszövetség értelemszerűen 4 kerékre, a Motorsportszövetség értelemszerűen 2 kerékre minősít sportbírókat, de egyébként első évben mindenkinek minden egyes szakákból, az autókrosztól a gyorsasági versenyzésig minden szakákból le kell vizsgáznia, és utána már csak abból a szakában, amikor ahol ő dolgozni szeretne. A kérdés első felére a válasz, hogy külföldi sportbírókat rendszeresen fogad valamennyi pálya, többé-kevésbé valamennyi pálya. Rengeteg magyar sportbíró van, aki külföldi helyszínekre utazik. Például egyébként ugye a csoportban tag Hetei Júlia, aki Ausztráliába szokott utazni elég sokszor. Ha jól tudom, idén is készül az Ausztrál nagydíjra. Úgyhogy elég sokszor előfordul ez. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy
van az az állapot, amikor igen, szükség van a külföldi sportbírókra, de akkor komplett csapatokat intéznek általában. A magyar bírók voltak már Abu Dhabiban, voltak már Mexikóban, voltak már nagyon sok helyen így segíteni a helyi kollégákat, de akkor oda egy ilyen nagyobb csoport megy. És olyanra is van lehetőség, amikor egyesével egy-egy sportbíró vagy kisebb csoportok mennek dolgozni. Ugye ahogy a Júli megy Ausztráliába, a Falicsani volt mondjuk Szingapurban vagy Abu Dhabiban, tehát hogy alapvetően olyankor ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen egyénileg szervezett nyaralást, aminek a része az, hogy ő egyébként bekéreckedik az adott Forma 1-es nagy díjnak a sportbírói társaságába, ezt ő előre egy fél évvel, vagy akár majdnem egy évvel lelevelezi a helyi vezetőkkel, és olyankor egyébként őt fogadják. Ugyanúgy fogadunk mi is a Hungaroringen is. Ők általában úgymond a minimális létszám fölött vannak, ugye volt adás, amikor a Grosjean baleset kapcsán végigmentünk azon, hogy hány fő szükséges fő egy nagy díj megtartásához. Általában ők e fölött a létszám fölött vannak, és a külföldön az ilyen nem előre szervezett módon, hanem ilyen egyénileg utazó sportbírók, azok jellemzően egyébként valamilyen olyan jellegű juttatást kapnak, hogy mondjuk, mit tudom én, a szállodájukat azt rendezi a rendező, de mondjuk még egyéb költségtérítés sem kapnak, hanem alapvetően tényleg ennyivel könnyítenek azon, hogy mondjuk oda megy valaki, ott eltölt néhány napot pihenéssel is, meg mellesleg részt vesz egy versenyen is. Köszönjük szépen. Megyünk tovább. Kunci Lajos, akit ugye Sanyi kinevezett, minek nevezted ki, barátom? Kunci Lajos a magyar Kevin James. Az országutak Kevin James-e. Az országutak Kevin James egy igazi legenda, és ugye ő a következőképp szólítja meg technikai igazgató urat, a legenda Zsoltihoz szól a kérdés. A 2022-es autó fejlesztései mennyire befolyásolják az idei programokat? Ez külön plusz feladatokat jelent neked is, vagy erre külön brigád van a gyárban? Valamint ugye még egy-két kérdés ebben a témában, milyen érzéseid vannak a jövővel kapcsolatban, és az is érdekelné, hogy az új tulajdonosok kitartanak-e a csapat mellett, vagy úgy megtörnek, mint a kanadai csapat tulajdonos, gondolom a zöldruhás Mikulásról van itt szó, és azt is tolmácsolnom kell, amit a végére írt Konzi úr, maximális tiszteletem a tiéd, és miattad is szurkolok a Williamsnek. Köszönöm szépen. Kezdjük az utolsó kérdéssel. A csapat új tulajdonosai maximálisan kiállnak a Williams brand mellett. Ők a brandet akarják bővíteni és építeni, úgyhogy szerintem a közeljövőben lesznek bejelentések más termékekről is, amik Williams brand alatt fognak futni. Ez egy nagyon komoly projekt, ami jelenleg folyik. Hogy mondjak párhuzamot a kanadai és a amerikai Mr. Dorrington vonal között. Mikor megtörtént a csapat átvétele, volt egy üdvözlő meeting, ahol elhangzott az, ugye kijött a kedves kollega, és ugye azzal kezdte, hogy annyit szeretne leszögezni kezdésként, hogy az ő gyerekei nem akarnak Forma 1-es autót vezetni. Ezzel arra szeretnék célozni, hogy ki milyen szándékkal vesz Forma 1-es csapatot. Tehát itt nem azzal a szándékkal történt egy csapatvásárlás, hogy itt valakit támogasson, hanem ők mint csapatban gondolkodnak, és nem abban gondolkodnak, hogy valakinek lehetőséget biztosítani, hanem maximálisan, tehát ők nyerni akarnak, és ezt kimondták. Ezt a mai napig nagyon gyakran elhangzik, és szerintem megint idézni tudok, elhangzott az, hogy ők minimum 25 éves távlatban gondolkodnak. Azok az emberek, akik a Dorrington név mögött állnak, akiről nem tudjuk, hogy kik. De ez üzenetként átjött, úgyhogy, de ezt meg tudom erősíteni, tehát maximálisan ez az érzés benne a nyárban is, hogy komolyan vannak véve a dolgok. Komolyan vannak véve. A 44-es autó, van vele munka bőven. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van rá egy munkacsoport benne a gyárban, aki ezt az egészet viszi. Minden héten van egy meetingünk róla. Tehát én magam néhány tervet készítettem, meg általában készítek terveket, tervrajzokat,
de ezek által ilyen előzetes tervrajzok, hogy az elgondolás, hogy most az milyen formában, hogy milyen irányba menjen az a vezetékköteg, és aztán ez benne a gyárban egy dedikált mérnök csapat dolgozza ki, és szerkeszti meg kedben, de összedolgozunk, mert ugye nekünk sokkal nagyobb rálátásunk van, tehát mi a versenyautomat dolgozunk. Míg ők az idejük nagy részét egy irodában újra töltik, és ezért próbálunk összedolgozni. És általában, hogyha kijönnek egy tervrajzon, mielőtt az véglegesítve van egy elgondolás, vagy egy terv, akkor azt általában összehozunk egy meetinget, ahol ki lehet mondani, sőt bátorítva is van, hogy kimondjuk azt, hogy szerintünk ez így nem biztos, hogy jó lesz. Vagy hogy lehetne ezt jobban is, vagy például, hogy a Red Bull ezt úgy csinálja, hogy, vagy a Ferrari ezt úgy csinálja, hogy úgyhogy igyekszünk a lehető legjobbat összehozni. Van vele munka bőven, de az én maximális fókuszom a mai napig a versenyzésen, tehát az autóversenyen való életben tartására fókuszál. Most a home office-ban volt elég sok munkám a 44-essel, de hát, hogy lezárjam, végeláthatatlan körmondatlanban bonyolultam, hogy lezárjam, igen, van erre egy külön dedikált mérnök csapat, aki ott ül és csak ezzel foglalkozik. És ez nem csak az elektromos téren persze, hanem mechanikailag, hidraulika, tehát minden téren. Az utolsó kérdéshez érkeztünk, hiszen az adásidőnk nagyon a végére jár, ugye? Meg tudjátok ezt erősíteni? A műsoridő kezdve jár. Valahol hallottam. Tedd föl az utolsó kérdést, és én majd fölteszem az utolsó utánit. Figyelj csak, én felvezetőnek Gergőtől szeretnék kérdezni, mert az utolsó kérdés arra vonatkozik, ugyanis Koncilajostól, azt kell elmondanom, bocsánat, igen, hogy ő annyira komolyan veszi, és emiatt egy külön dicséretet kell neki kiosztani az egész Formula Podcast kérdést, hogy ma reggel több képüzenettel is megbombázott engem, amit nem értettem pontosan, aztán miután visszakérdeztem egy kérdőjel formájában Messengeren, azt mondta, hogy bocsánatot kérek, de a Cseme team kezébe került a mobiltelefonom, és egyből Betlen Tamás. Rögtön nekem küldött képüzeneteket. Szóval, Gult Péter szeretné tudni tőletek, igazgató urak, hogy az elmúlt 99 adásban melyik volt a kedvenc pillanatotok, de mielőtt erre válaszoltok Gergőtől, én meg azt szeretném tudni, hogy melyik adások voltak a leghallgatottabbak, mert ugye hát a pénz beszél, meg a számok. Hát igen, na, kigyűjtöttem. A statisztikus úr, hallgatjuk. Top 5-öt gyűjtöttem ki, egyébként az 5 leghallgatottabbból 3 idei és 2 tavalyi. 5. helyen az idei szezonnyitó Bahreini nagydíj futamértékelője. 4. helyen a Kié a legütősebb páros című szezonelőzetes, ahol Sanyival sorba raktuk az idei versenyzi párosokat erősség szerint. Aztán 3. helyen a tavalyi Bahreini nagydíj összefoglalója, 28 másodperc a Pokoltornácán címmel, kicsit hatásvadászra sikerült ez a cím. Már egy picit Gergő, hogy ezekben egyikben se voltam, akkor ment ebbe a háromba, amit felsőt. Nem, jó, de az első kettőben ott voltál, azért az van az élen. A 2. helyen az 50. adásunk, az egyik nagy jubileum, ahol a valaha volt 10 legjobb Forma 1-es pilótát próbáltuk meg kiválasztani, és azt kell mondjuk, hogy bár konkrét számokat nem mondunk, mert ezt itt el is tanultam az igazgató uraktól, hogy konkrétumokat nem mondunk, de annyit elárulunk, magasan, magasan kiemelkedik az összes adásunk mezőnyéből a leggyorsabb magyarra, vagy a Baumgartner Story című adás idén év elejéről, ahol Baumgartner Zsolt volt a vendégünk, messze a legtöbb hallgatottságot produkálta. Na, és akkor, ahogy Gult Péter kérdezte, Zsolt, Pisti, ti jöttök, mire emlékeztek jó szívvel a Formula Podcastből? Már ha hallgatjátok. Hát az a baj, hogy mindig ki van vágva. A legjobb pillanatok ki vannak vágva. István? Alapvetően ugye úgy szól pontosan, hogy melyik az elmúlt 99 adásból a kedvenc pillanat. Szerintem az első adás első pillanata, hiszen létrejött, jaj, és az innentől fogva egy tök jó. Illetve a barcelonai adásnak az a pillanata, amikor becsatlakoztam ebbe az egészbe, úgyhogy én önző vagyok, én ennyire önző vagyok, hogy ezt azért ki kell, hogy emeljem. Nem, egyébként amikor igaz egy kicsit adáson kívüli pillanat volt, de amikor tényleg a
a Grozsán baleset után, amikor a Sándorral beszéltem a telefonon, és igazából úgy éreztem, hogy akkor gyulladt egy ilyen piros lámpa föl a fejében, hogy tényleg igazam van. Na, az volt a harmadik kedvenc pillanatom. Be is hívtunk azonnal az adásba, hogy ezt másokkal is oszd meg, amit velünk. Zsolt? Nézd, nekem mindegyik adás, amiben szerepeltem, egy nagyon nagy unikum, és mindig örömmel állok rendelkezésre, mert egyszerűen annyira egy jó társaság. Ez nekem inkább baráti beszélgetés, mint hogy szakmai podcast. Az idei évadnyitó, azt hiszem, a tavalyi, még az évadnyitó előtti, mikor a idei évről beszélgettünk, az nekem egy nagyon jó volt, az egy nagyon jó beszélgetés volt, de egyébként mindegyikre azt mondanám, de talán a legelsőre mondanám én is azt, hogy az igazi top volt, mikor fájó szemekkel hajnal egy órakor Ausztráliába Sándor a hotelba hívott, és ott azért a végén úgy megvolt, hogy az az érzés, úgy tettük le a telefont, hogy gyerek, jó lesz ez, gyerek, jó lesz ez. Valami ki fog ebből sülni. Igen, lesz ebből valami. Köszönjük szépen. Na, hát elfogytak a hallgatói kérdéseink, meg azt hiszem az összes kérdésünk elfogyott, egy dolgot leszámítva, hogy itt sportigazgató úr az adás előtt jelezte, hogy rendkívüli interpellációval kíván élni. Napirend utáni felszólalás. Kérlek. Alapvetően nem is pont napirend utáni, de ugye itt most, ha úgy veszük, hogy Betlen Tamás ugye a podcast pénzügyi igazgatója. Ha úgy veszük, hogy Zsolt a technikai igazgató, és ha úgy veszük, hogy jó magamat pedig ugye sportigazgatóként szólítotok, akkor igazából itt van a Board of Directors, azaz innentől fogva várjuk tőletek az előterjesztéseket, és akkor mi most gyorsan meg tudjuk szavazni, és ha Netán Tamás nem is ért vele egyet, de kettő egy arányban bármikor lenyomjuk. És kb. Ilyen, minthogyha, tehát a költségvetési kérdésen a bevételi oldalon mi nem szoktunk foglalkozni, csak a kiadásival, és nyugodtan gyertek elő most is a kívánalmaitokkal, majd mi megszavazzuk, és majd a Tamásnak meg kell oldani valahogy. Azt gondolom, ez egy kiváló alkalom erre. Én azt csodálom a Tamásban, hogy ezt 99 adáson át el tudta kerülni, hogy összeálljon az igazgatótanács, és határozatképes legyen, de... ennek most vége. Én azt hiszem, Sanyi, hogy a javadalmazásunkkal kellene valamit kezdeni, nem gondolod? Akkor a műsoridő most indul, drága hölgyeim. Most kezdődik a műsoridő, igen, ahelyett, hogy a végéhez érdik. És itt én kérlek szépen, ugye én mindig szeretek benézni egy picit a dolgok mögén, itt valamiféle manipulációt sejtek azzal kapcsolatban, hogy azért kellett 99 adásnak eltelnie ahhoz, hogy összeálljon az igazgató tanács, ahogy mondtad, hogy ezt itt a Tamás próbált itt lavírozni az elő, hogy a határozatképesség az meglegyen, úgyhogy ez egy érdekes pillanat, hogy eljutottunk ideig. Nem tudom, mit gondolsz, mit terjesszünk fel az igazgató uraknak? Én elében megyek a problémát. Bocsánat, a javadalmazásunk megemelésén túl én azt mondanám, hogy ezt majd a Formula Podcast Facebook csoport tagjai mondják meg, kommentek között várjuk az ötleteket, hogy az igazgató tanács mivel tudná a mi életünket javítani, vagy az övéket. Azt hiszem, elsütöttem ezt a javaslatot, és csak nevettetek ahelyett, hogy elfogadtátok volna, hogy akkor is, hogy mit kellene tenni a fizetésetekkel, ezt most a századik... Ugye emlékszik? Emlékszik, szóval én ezt tudom felajánlani a 100. ünnepi adás alkalmával, hogy megduplázom a fizetéseteket. Remélem, hogy most már belementek. Tisztelő. Ez mindenkire vonatkozik? Neked Dorilton úrhoz kell fordulnod, kérlek szépen. Neked Dorilton úr... Mert reméltem, hogy a Tamás valamit esetleg tud intézni a Dorilton úrra. Mi van, hogyha Tamás a Dorilton úr? Mit szólsz ehhez? Ugye mi van ez a teória? Na, akkor már hárman vagyunk, kérlek. Mindek után nekem meg pártatlannak kell lennem, én pedig megmaradok azon a terepen, amin eddig is voltam, hogy tiszteletbeli sportigazgatóként dolgozom. Jó, tehát én maradok a tiszteletbeli vonalom. Tisztelet díj nélkül? Így van. Mert az érdekes, akkor pont annyit fogsz kapni, mint mi.
Már négyen vagyunk, gyerekek. Egyenlőség. Egyenlőség, testvériség. Így van, alakul ez. Már négyen vagyunk, nagy szerint. Én egy baráti jó tanács a helyetbe lezárnám a műsoridőt lassan. Igen, abszolút. A végére ért a műsoridő. És hogy milyen profin fapofával végigüli, hallod? Muszáj. Van benne rutinja. De vagy azt figyeld, hogy milyen rutinosan fogja lezárni a műsoridőt. Az a kedvencük. Nem, most már... Anélkül, hogy elmondanám, hogy véget ért a műsor, és hogy a végére értünk a műsorünknek, nem marad más hátra, mint hogy megköszönjük, hogy a század és a századik adás alkalmával is velünk tartottatok. Kérjük, hogy ajánljátok barátaitoknak, barátnőiteknek, feleségeiteknek és a többi ismerősöknek, hogy kövessék podcastünket a Spotify-on és a többi netes lejátszó felületen, például a YouTube-on, csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, hiszen ilyen jeles szakemberek is ott válaszolnak a kérdésekre, és ők is bízlatják minden alkalommal a csoportot, van-e valami aktualitás. Itt Móni Istvánra és Jánvári Zsoltra gondolok. Kérdezzetek tőlük, meg tőlünk e-mailen is, a címünk podcast@formula.hu, ha pedig bárhol szóba kerülünk, akkor úgy, ahogy mi, ti sem ulasszátok elhasználni a Formula.hu podcast hashtaget. Ugye, Sanyi, ez így van? Igen. Szeretjük a hashtagünket. Igen, már legalább mi. De azért közületek is egyre többen vagytok, akik használjátok. Láttuk a héten is. Én kettőt láttam a héten, és örültem. Én olyat is láttam, hogy Formula Hukocsma. És ez is megdobogtatta az évemet, megmondom őszintén. Hát most már, ahogy haladunk előre az időben, egyre több javaslat érkezik, és ahogy haladunk ki valahogy a pandémiából, egyre többen javaslatokkal élnek, hogy hogyan és miképpen kellene Kocsakban. Nagyobb számban is találkozunk, és nem csak online, de erre majd visszatérünk. Ezt nagyon támogatom. Ezt majd, ha Zsolt is hazajön, egyszer elmegyünk a kocsmába. Igen. Így van. Úgyis azt mondták, hogy a kocsmába kell a podcastot tartanunk. Hát ez volt az irányutatás. Most héten megint megkérdezték, hogy piálunk-e felvétel közben, pedig nem. Komolyan? Persze. Nagyon jó. Csak kávé, hosszú angol kávé. Hosszú angol kávé. Vizet. Olvassátok a formula.hu-t, lapozgassátok nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, keressétek könyveinket, posztereinket webshopunkban, de ami még ennél is fontosabb, szeressétek az autósportot. Vendégeink Jánvári Zsolt és Móni István, valamint munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim Geléfi Gergő és Mészáros Sándor, nem utolsó sorban Hilbert Péter kiemelt főtechnikus nevében is búcsúzom, pár nap múlva ismét találkozunk, addig is sziasztok! Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.